Elemzők szerint több mint 3400 milliárd forintnyi látra szóló betét van a hazai pénzintézetek számláin. Az alacsony 0,9%-os jegybanki irányadó ráta miatt az így elhelyezett pénzek után csak minimális kamatot fizetnek a bankok a tulajdonosoknak. Ezért a gazdasági szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, tervezze meg pénzügyeit, és többfajta befektetési lehetőségből állítson össze magának portfóliót. A biztonságos, klasszikus betéti megtakarításokhoz, illetve az ezen túlmutató befektetési termékeken túl az ügyfelek szeretnék a különböző célú megtakarításait elhelyezni. Tudunk olyat javasolni, hogy hosszabb távú megtakarítás, itt gondolunk, hogy lakás célú megtakarítás, illetve az öngondoskodás, konkrétan nyugdíj előtakarékossági számla típusú termékre, illetve nálunk elsődleges cél, illetve mindig az ügyfeleknek azt javasoljuk, hogy már kis összegektől is érdemes megtakarítani. 2-3 ezer forinttól már érdemes havi rendszerességgel elhelyezni betétet, illetve megtakarítás befektetést. A pénzügyi tanácsadó irodavezetője televíziónknak elmondta, a magasabb tőkével rendelkező befektetők számolhatnak nagyobb hozamot ígérő termékekkel is, azonban ezeknek a kockázata is jelentősen nőhet. Szem előtt kell tartani, hogy a hozam, a likviditás és a kockázat, a biztonság együtt nem jár. Tehát valamit fel kell áldozni, ha pedig nagyobb hozamot akarok elérni, nyilvánvaló, ha olyan célom van, hogy tőkét növelek, magasabb hozamot akarok, akkor tudni kell, hogy ennek van kockázata, itt lehet veszteségem. De lehet nagyobb nyereségem, nagyobb hozamom, mint egy sima, biztonságos befektetésnél. Fazekas Sándor hozzátette, akinek befektetési szándékai vannak, de nem jártas a pénzügyi tervezésben, kérje szakértő segítségét. A bankok mellett ingyenes tanácsadást nyújt a Kereskedelmi és Iparkamara épületében található pénzügyi tanácsadó iroda.